Jó napot kívánok mindenkinek, köszöntök mindenkit itt a Fehérvár Televízióban, a Fehérvári Beszélgetésekben. A mai napon egy olyan témáról beszélgetünk, amely egyre több embert foglalkoztat. Nagyon-nagyon sokan azt gondolom, hogy tagadják, és nagyon-nagyon sokan olyan véleményt fogalmaznak meg, hogy ők biztos nem csináltatnák meg magukon a különböző plastikai vagy esztétikai jellegű beavatkozásokat. Azt, hogy egy kicsit őszintében belemegyünk a dolgok mélyére, akkor kiderül, hogy bizony-bizony nagyon sokan vannak, akik változtatnának magukon. Érdekes ez a hozzáállás is. Egyébként erről is beszélünk, és persze nagyon-nagyon sok mindenről a különböző esztétikai eljárások kapcsán dr. Hegedűs Beáta plasztikai orvossal, szia, köszöntelek, illetve esztétikai orvossal köszöntelek. Szia. Ja, köszönöm szépen a meghívást. Adás előtt pont beszélgettük, hogy mi a különbség az esztétikai meg a plasztikai orvos között. Mi a különbség, mondjuk el a nézőknek is? Hát a plasztikai sebészet ugye vág, tehát invazív eljárásokat alkalmaz, egy esztétikai orvos nem végez, tehát minden szúrással kapcsolatos beavatkozás az övé, értem ez alatt például hialuronsavakkal való feltöltések, arcformázások, archarmonizáció, a botulinum toxin kezelések, a PDO szálas kezelések, tehát minden, ami minimál invazív, az tartozik egy esztétikai orvos repertoárjába. Tehát mondhatjuk akkor nálatok főszerepben a tű elsősorban. Főszerepben a tű. Mondtál rengeteg szakkifejezés, meg rengeteg olyan szót, amit hallunk naponta, hialuron, botox, aztán a különböző szálak beúzása. Kitérünk majd erre is a beszélgetés folyamán természetesen, hogy értsük ezeket, tehát abban a tekintetben, hogy tényleg ezek milyen hatással bírnak, milyen hatással rendelkeznek, meddig tartanak, kinek ajánlott, kinek nem ajánlott. Tehát a beszélgetés vége felé majd arról is szót kell ejteni, hogy van akinek azért, sőt azt gondolom, egy nagyon nagy részének az embereknek, akik megkeresnek téged, benneteket, nagyon komoly irreális elvárásaik vannak, hogy úgy nézzenek ki, mint a celebek, a különböző szűrőkön átesett fotók, amik ott vannak a különböző közösségi oldalakon, és néha-néha azért észhez kell téríteni, mondjuk ki szó szerint az embereket, hogy azért ez nem biztos, hogy meg kéne csinálni, mert nevetségesen néznél ki, vagy nem is néznél ki úgy, tehát ez is egy fontos témája lesz a beszélgetésnek. Először is rólad beszéljünk, hogy mikor döntötted el, hogy te ebbe az irányba szeretnél menni, mondjuk az esztétikai orvoslás irányába? Hát ez egy nagyon hosszú történet, eleve az, hogy orvos szerettem volna lenni, az egy film hatására történt. Igen? Időszámításunk előtt ment a Kórház a város szélén. Jaj, de jó, csehszlovák. Csehszlovák, és Csenkova doktornő olyan szinten megragadta a fantáziámat, hogy pici koromban azt mondtam, hogy orvos leszek, és elindultam ebbe az irányba. Nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy az esztétikai orvoslás Magyarországon még egy nem létező szakág. Most azon dolgozunk már nagyon sok kollégával, hogy egy külön entitás legyen, egy külön tudománnyá váljon, hiszen a világban nagyon sok helyen már külön szakmaként jelenik meg. Jelen pillanatban, hogyha valaki ezzel szeretne foglalkozni, akkor most még a külföldi képzések és a külföldi tanulása az útja, de reményeink szerint hamarosan már itthon is tanulható lesz. Tehát költséges befektetés is, hogyha valaki ezzel akar várni, mert költséges. Külföldön tanulni azért köszönöm szépen, tehát itthon sem olcsó több esetben, de külföldön azért... Igen, és én azt gondolom, hogy nem azért nem lehet tanulni, most még nincsen, mert nincsenek szakemberek, nagyon-nagyon sok jó esztétikai orvos van Magyarországon, nagyon nagy tudással, és ezért lenne célszerű az, hogy az embernek ne kelljen külföldre menni, és külföldön tanulni, hanem itthon szerezze meg ezt a tudást. Tudásról beszélünk, Isten mentsen, hogy megbántsam a kozmetikusokat, mert tényleg nem akarom megbántani őket. Egyre több helyen látom, és beszámolnak arra, hogy kozmetikusok már hát hasonló, vagy éppen ennek határmesdjéjét súruló, vagy éppen úgy eladott kezeléseket próbálnak végeznek több-kevesebb sikerrel. Te is találkoztál nyilván ezzel rengetegszer. Mit gondolsz erről? Nekem nincs erről pozitív véleményem, és nem azért, mert orvosként félteném a praxisomat, ahogy ezt nagyon sokszor megkapjuk fórumokon, hogy félünk a kozmetikusoktól, nem félünk a kozmetikusoktól. Azt gondolom, hogy itt az emberi felelősséget kell egy kicsit mérlegre tenni. Nem addig tart egy paciens, amíg beleszúrok. Beleszúrni bárki, te is bele tudsz szúrni bárkibe, hogyha van hozzá egy kis érzéked, vagy szeretnél beleszúrni. De jobb az, hogyha nem egyébként. De jobb az, ha nem. De a probléma az ott kezdődik, hogyha a szövődmény keletkezik, már pedig szövődmény lesz. Tehát szövődmény egy orvosnál is van, tehát nem azt jelent, hogy egy orvos sérthetetlen, és minden, amit csinál, a szövődménymentes, hiszen egy anatómiai egységbe szórunk bele. Nagyon sok ér van, nagyon sok ideg van az arcon. Itt a probléma az, hogyha ez a szövődmény van, nagyon sokszor nem ismerik fel a kozmetikusok, és a másik nagy probléma, hogy nincs eszköz a kezükbe, hogy ezt kezeljék.
Tehát ezek, amik aggályosak elsősorban. Ez aggályos. Én azt gondolom, hogy ez nagyon aggályos, hiszen nem addig paciens a paciens, amíg bejön hozzá, megkezelem, kifizeti a kezelést, és utána a probléma van, akkor áttolom egy orvoshoz. Tehát, hogy ez nem megoldás egyáltalán. Nem is olyan régen a beszélgetés leges legelején elhangzott pár szakszó, ami ugye mostanában már talán hétköznapi szó is lehet, hialuron, botox, illetve különböző szálak beúzása az arcba. Beszéljünk most ezekről. Mi az a hialuron? Mit kell róla tudni? Mire jó? Mikor alkalmazzátok? Kiknek ajánljátok elsősorban? A hialuronsav az tulajdonképpen a bőrben is megtalálható anyag, tehát szinte azt tudjuk mondani, hogy humán azonos. Pontosan ezért nagyon kevés az allergiás reakció, nagyon jól kezelhető vele egy arc. Általában volumenpótlásra használjuk. Tehát akkor, hogyha egy elveszett struktúrát szeretnénk egy picit visszahozni, nagyon nagy a vízmegkötő kapacitása. Most már nagyon nagy portfóliója van a hialuronsavaknak, tehát minden területre, minden problémára már úgy dolgozzák ki a cégek, hogy a megfelelő anyagot tehessük az adott területre. Értem az alatt, hogyha például egy szájat szeretnénk egy picit hidratálni, arra is megvan az anyag. Ha egy szájat szeretnénk volumenizálni, arra is külön hialuronsav van. Ha az arcba szeretnénk volument pótolni, tehát elvesztett idővel a zsír, a szalagok egy kicsit megnyúlnak, szeretnénk ide támasztékot adni, arra megint egy másik típusú hialuronsavat adjuk. Így van, mondjuk, például. Vagy a fiatalabbaknál, hogyha csak ilyen kis finom, apró ráncok keletkeznek, és szeretnénk visszahidratálni, erre megint egy másik típusú hialuronsav van, tehát egy nagyon széles portfólió, széles lehetőséget biztosít. Ettől függetlenül azért én azt gondolom, hogy megvan az a határ, hogy mikor érdemes ezt elkezdeni. Nagyon fiatal korban, ilyen 20 éves korban én nem ajánlom. Tehát tényleg csak akkor, hogyha mondjuk van egy aszimetria egy ajakba, vagy van az úgynevezett gummy smile-nak hívjuk, amikor íny mosoly van, tehát hogy nagyon felhúzódik és nagyon kilátszódik az ínye valakinek, akkor egy picit a felső ajaknak a megtöltésével lehet lejjebb hozni az ajkat, és ezáltal esztétikusabbá tenni. Tehát ilyen apró, finom beavatkozásokra lehet szó, vagy erről lehet szó fiatalkorban, de azért a túlzott dolgok, vagy az, hogy én nagyon szeretnék 20-22 évesen egy sztárra hasonlítani, és ezért most pompáljuk tele az arcomat hialuronsavval, ebbe azért nem mennék bele. Meddig tart ennek hatása? Ugye nyilván ez nem örökös azért. A hatás, gondolom, van ennek egy ható ideje. Van egy ható ideje, ez azért a szervezettől is függ, az életviteltől is, hogy valaki mennyit sportol, milyen aktív életet él, mennyit szaunázik, mennyit szoláriumozik, mennyi folyadékot fogyaszt, meghatározzák, de azért a mostani hialuronsavak, a legújabbak, azok ilyen 9-10-12 hónapig van olyan álformázó anyag, ami akár 18-24 hónapig is ott tud maradni az arcban. A másik, ugye, amit említettünk, az a botox. Ugye a kettő között azért van különbség. Sokan keverik egyébként a hialuron meg a botoxot, és gondolom, te is találkoztál ezzel már. Persze, hogy nincs. Én azt gondolom, hogy az edukációra, tehát arra, hogy a pácienseket kicsit neveljük, és tudják is, hogy mire jönnek hozzánk, azért erre nagy szükség van, ezt már el is kezdtük, és szerencsére azt gondolom, hogy ez a program, ez folytatódik, és nagyon sok rendezvényen, nagyon sok fórumon. A botulinum toxin az teljesen más. A botulinum toxin, a botox az egy brand név már, itt az alap az a botulinum toxin, amit használunk, és tulajdonképpen itt az izomnak a blokkolása, tehát az ideg-izom kapcsolatnak a tulajdonképpeni részleges felfüggesztéséről van szó, hogy így mindenki megértse. A biokémiai folyamatokba azért nem mennék bele, mert ez bonyolultabb. Légy szíves. Tehát arról szól, hogy tulajdonképpen egy kicsit leblokkoljuk ezt az izomzatot, és nem mozogjon annyira, főleg a dinamikus területekre használjuk. Tehát egy homlók, egy szemkörnyéke, tehát a mérges ráncok például. Szemöldök, gondolom, ugye? Szemöldöknél, és illetve még amire fel tudjuk használni, az például a hiperhidrózis, tehát ha valaki nagyon verejtékezik, akkor például erre is tökéletes a botulinum toxin. Meg hallottam a migrére, vagy ez mende monda? Vagy nem. Persze vannak orvosi, tehát én itt most az esztétikai beavatkozásokat mondtam,
Természetesen botulinum toxint használják orvosi, tehát terápiás célra is, pontosabban úgy, hogy bizonyos betegségeknek a kordába tartása, mint például a migrén, de van például, amikor a nyaki zomzatnak a görcse miatt egy ilyen ferde nyakúság, arra is használják, tehát, sőt, most már az urológiában is bizonyos esetekben használják, tehát nagyon sok orvosi felhasználási területe is van, és persze megvan az esztétikai felhasználása is. És beszéltünk még erről, a különböző szálak behúzása az emberi arcba. Így kell ezt elképzelni nagyjából, hogy valami szálat bevezettek, csak azt visszahúzzátok, hogy mondjuk felfelé húzza a szemöldököt, vagy bármi más. Sokféle szál van. Általában a közös bennük az, hogy egy lifting hatást, tehát szeretnénk megemelni az arcot, illetve szeretnénk az arccal, vagy a bőrrel tulajdonképpen egy kollagén szintézist elindítani, tehát megújítani kicsit az arcnak a szerkezetét. Semmiképpen nem mondanám azt, hogy ez ekvivalens a plasztikai beavatkozásokkal. Ezt valahol úgy kell elképzelni, hogy mindenki értse, hogy a kozmetikai beavatkozások és a plasztikai beavatkozások között van félúton. Tehát mindennek meg lenne a helye igazából. Most már egy picit a világnak a rendje is felborult, és nagyon előre jöttek az esztétikai beavatkozások. De normál esetben én úgy gondolom, hogy lenne a kozmetikai kezelések, arckezelések, amikre szükség van az esztétikai és a plasztikai beavatkozások mellett is ahhoz, hogy egy egészséges, szépen struktúrált bőrünk legyen. Ezt a tinédzserkortól végig kellene, hogy kövesse az életünket, bármeddig, amíg erre igényünk van. Az esztétikai beavatkozásokat én így a 28-29 éves kortól tenném, és annak van létjogosultsága elég sokáig, mondjuk 50 éves, 60 éves korig, amíg még reagál a bőr, amíg szépen rendben lehet, és utána lehetne, már bizonyos beavatkozásoknál, amikor nem elegendő már ez a minimál invazív eljárás, az, hogy plasztikáztassunk. Említetted a kozmetikát, meg én is említettem, és mondta, az arckezelésekre szükség van. Olvastam, meg nem mondom, melyik oda neten, de valaki orvos nyilatkozta, lehet, hogy nem is magyar volt, de egy jó nemű orvos, hogy vannak ezek a különböző krémek, amiket reklámoznak a tévében, most nyilván márka neveket nem mondunk, nem említünk. Hát, hogy ezeknek hatása legyen, az bármelyik, bármilyen drága, erőteljesen megkérdőjelezhető, hogy valóban van-e ezeknek hatásuk. Te mit tapasztalsz? Én azért azt gondolom, hogy mindenképp szükség van a krémek. Tehát arra, hogy az otthoni bőrápolásra is szükség van. Arra is, hogy a kozmetikusok ápolják a bőrünket. Ehhez azért krémek is kellnek. Természetesen azért nem mindig az árérték arány nincs meg a krémeknél, ezt azért én is osztom ezt a véleményt, de hogy bőrápolásra szükség van, azt tartom. Tehát fédeni kell a fénytől, szükség van a hidratálásra, és arra is, hogy valaki elmenjen, és megkezeltesse az arcát kozmetikusan, mert ezek az esztétikai beavatkozások nem váltják ezt ki. Hogy említjük ezeket a beavatkozásokat, amiket hogy az esztétikai orvoslás területén most itt beszélünk a fehérvári beszélgetésekben, elsősorban azt gondolná az ember, aki mondjuk laikus kívülálló, hogy a nők ezrével mennek, és biztos, hogy így van. Kérdezném én, és mondtad, hogy felborult a világrendje, hogy mi újság van a férfiakkal, vagy mennyire tekinthető ez mondjuk felborulásnak, megborulásnak, mondjuk férfiak is, és tudjuk nagyon jól, egyre többen igénybe veszik az ilyesfajta kezeléseket. Ciki, nem ciki, gáz, nem gáz, mit tapasztalsz? Én azt gondolom, hogy már nem gáz, tehát, hogy egyre több férfi vendégünk van. Most már én azt mondom, hogy az összetétel olyan, hogy 70% nő és 30% férfi. A férfiak is igényesek és szeretnének fiatalabbnak kinézni, mint ahány évesek. A világrendjének a felborulását én nem itt értettem, hanem azon, hogy nagyon-nagyon korán érkeznek a paciensek. Tehát azért van olyan paciens, aki 20 évesen odajön, és szeretné megelőzni a még nem létező ráncait. Tehát azt gondolom, ennek nincs helye. Tehát ennek később lesz helye, 20 évesen még nincs helye. Tehát az, hogy férfiak jönnek, ez szerintem természetes. És egyáltalán. Nincs benne kivetni. Valóban általában, hogy azon férfiak, akik ezt csinálják, vagy művelik, vagy gyakrabban igénybe veszik, ugye megbélyegzik, hogy ez a biztos ilyen, meg olyan, mert nyilván ezzel találkozol te is, azért nagyon sokszor, meg azok a férfiak is, akik ugye ezt igénybe veszik, de hát az nem jelenti azt nyilván persze. Nem, azt gondolom, hogy nem. Tehát a férfiak is szeretnének jól kinézni. Természetesen azért van különbség, tehát sokkal szolidabb beavatkozásokat és lokálisan, tehát egy-egy ráncot szeretnének vagy eltüntetni. Kevésbé van az, hogy most akkor itt vagyok, és akkor formázzuk át az arcomat.
Mondjuk számos helyen, tehát külföldi kurzuson találkozom férfi modellekkel, ahol azért az archarmonizáció vagy a maszkulinizáció, tehát hogyha valakinek nem elég férfias a vonása, akkor törekszik arra, hogy férfiasabb legyen, és akkor azt mondja, hogy akkor mindent bele, és akkor kicsit elkockásítja, kicsit férfiasabbá teszik az arcát, ott azért nagy mennyiségű hialuronsavról van szó, de átlagban azt tudom mondani, hogy sokkal finomabb dolgokat kérnek, és sokkal kisebb változást szeretnének, mint a nők. Ahogy nézem a különböző árakat, mert tájékozottam beszélgetés előtt, hogy én azt látom, hogy egyre több embernek ez megengedhető, tehát ez most már nem egy olyan, lehet, hogy még valaki gondolja, hogy egy úri luxus, azért annyira már nem tartozik feltétlen az úri luxus kategóriába, hogy látom az árakat, egyre jobban elterjednek ezek a kezelések. Igen, azt gondolom, hogy nagyon populáris, és legalább olyan szintre emelkedett, mint hogyha az ember kozmetikushoz menne, tehát már olyan rendszeresen jönnek vissza a páciensek, ami egy bizonyos korosztály fölött azt gondolom, hogy rendben van, tehát, de továbbra is azt hangsúlyoznám, hogy nagyon fiatal korban ez nagyon nincs rendben. Beszéltünk eddig a pozitív oldaláról, ugye van ennek egy árnyoldala, a beszélgetés elején mondtam a beköszönésbe, hogy, és te is említetted némileg, hogy rengetegen keresnek meg, hogy így akarok kinézni, úgy akarok kinézni, látják a különböző közösségi oldalakon, hogy tényleg a barátok ismerősök, minthogyha 20 évet fiatalodtak volna, senkinek nincsen ránca, mindenki nagyon boldog, mindenki Coelho-t idéz, mindenkinek rendben van az élet, és mindenki tökéletesen szép, és találkozó vele életben. Nekem volt egy barátom, mesélte, társkeresőzött aktívan, és onnan találkozott lányokkal, ott volt a kép róluk, mikor élőbe találkozott, hát elment mellette, meg se ismerte, és mondta, te jóságos atya, úr, Isten. Tehát azt gondolja, hogy ez nem derül ki, hogy néz ki valójában. Tehát nyilván itt egy nagyon nagy önbizalomhiány, elégedetlenség van, lelki gondok vannak a háttérben általában, és hogy mondtad, te is találkoztál már ilyen, hogy irreális és abnormális elvárások vannak. Én azt látom, hogy, és ezt minden fórumon el szoktam mondani, és valószínű, és azt is elmondom, hogy valószínű ezzel nem vagyok túl populáris, hogy az Instagram és a Facebook ilyen szempontból, és főleg az Instagram egy nagyon rossz felület. Igen, amit mondtál, tehát hogy ott mindenki boldog, tehát ha megnézzük, akkor szomorú arcokat nem látunk az Instagramon, mindenki boldog, tökéletes testű, tökéletes az élete, ha családja van, az is tökéletes, dúl a szerelem, tehát nincsenek hétköznapi gondjai az embereknek, márpedig azt gondolom, mindenkinek van. Tehát nincs olyan ember, és nem is tudnék olyat mutatni, akinek nincsenek hétköznapi problémái, akár a magánéletével, akár magával, akár a munkájával. Mindenkinek vannak rossz napjai, mégis nem ezt sugározzuk, és a fiatal korosztály nagyon sokszor azokkal a képekkel azonosítja az elismertséget és a szeretetet. Tehát én azt látom, hogy nézik az én gyerekem is, tehát az én 13 éves lányomat is erről le kellett állítani, mert nézi a képeket, és ő arra szeretne hasonlítani. Soha nem látta, de látja, hogy egy luxus jakton, hol itt, hol ott, hol amott, gyönyörűen, felöltözve, sminkkel, gyönyörű hajjal, és akkor őt biztos nagyon szeretik az emberek, és erre szeretne hasonlítani. Nagyon veszélyes terep. És ezeket az embereket én mindig megkérdezem, amikor ismert emberekkel jönnek, és megmutatják, hogy láttad már az életben? Tehát tudod, hogy néz ki, hogy rá szeretnél hasonlítani? Pont most raktam föl én is egy ilyen posztot, hogy és ezt vallom is, hogy mindannyiunkból egy van. Tehát nem másra szeretnénk hasonlítani, mert mindenki egy önálló entitás, egy külön egység. Belőled is, belőlem is egy van, tehát magunkhoz képest szeressünk kicsit jobban kinézni, magunkból a legjobbat kihozni, de én se szeretnék másra hasonlítani, mert én vagyok. Fontos, hogy rendben legyél magaddal. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogyha valaki ezt ki tudja mondani, amit te is mondtad, hogy nem akarok másra hasonlítani, mert én vagyok. Az embereknek azt látom, hogy hát 50%-án biztos, hogy több ezt nem tudja kimondani, mert nincsen rendben magával. Tehát nagyon fontos lenne akkor elsősorban az embereknek, ahogy mondtam, a lelkének, a önértékelésének a rendbetétele. Igen, de az a probléma, hogy ez valahol mélyen gyökerezik ebbe a világban, nagyon nagy
a szeretet hiány. Tehát azt látom, hogy mindenki keresi azt, hogy hogyan lehetne népszerű, hogyan szerethetnék sokan. Sokan a megfelelési kényszerből csinálják ezeket a beavatkozásokat. Tehát ezzel a problémával foglalkozni kell. Külföldön már foglalkoznak, és külföldön már általában az esztétikai orvosok mellett vannak pszichológusok is, és hogyha valaki olyan nagyon durván elmenne abba az irányba, hogy már teljesen nem test azonos, amit szeretne, akkor elküldik a másik rendelőbe, és ott elbeszélgetnek vele, hogy miből is indul ez a történet ki. Ez még Magyarországon nem elfogadott, de azt gondolom, hogy a jövő útja, hogyha ilyen dinamikusan szeretnénk változni és másra hasonlítani, akkor el fog érkezni, hogy a magyar rendelőkbe is megjelenjen egy-egy pszichológus. Plusz, illetve esztétikai beavatkozások kapcsán mondta, rengeteg kongresszusra jársz, rengeteg rendezvényen vagy, mindig tanulsz újat, most is Párizsban volt, említett adás előtt, hogy felvétel előtt, nem olyan régen. Hova tart egyébként ez az ága ezeknek a beavatkozásoknak? Tehát, hogy milyen új technikák vannak még, amik most el fognak terjedni, amit esetleg még nem ismerünk? Tehát hova tart ez az egész? Gondolom, itt is ilyen brutális fejlődés van, tehát az orvoslás rengeteg területén. Nagyon nagy fejlődés van, van pozitív iránya is, én azt gondolom, egyre inkább a biztonságosságra törekszik. Tehát most a kongresszusoknak a nagy új vonala az, hogy minél biztonságosabban tudjuk ezeket a kezeléseket elvégezni, hiszen azért ezeknek a kezeléseknek van egy árnyoldala is, amiről nem szeretünk beszélni, hogy miket lehet vele okozni, tehát szövetelhalás is lehet a végeredmény. Nagyon rossz esetben a világon most leírtak már 98 esetet vakság hialuronsavas feltöltésnél, ezekről sem szeretünk beszélni, és most abba az irányba megy, hogy minél biztonságosabban lehessen ezt megoldani, minél több legyen a tudás, és minél több olyan eszközünk legyen, hogy ezt megtervezzük tulajdonképpen ezeket a kezeléseket, és a legnagyobb precizitás és a legnagyobb biztonságra törekedjünk. Újdonság azért most olyan nagyon nagy a nap alatt nincsen, inkább abba az irányba indul el, hogy kombinációkba gondolkoznak. Tehát nem az, hogy csak egy területet csak hialuronsavval megkezelni, hanem akár a gépi kezeléseket összevonni hialuronsavas vagy botulinum toxin kezeléssel, vagy ilyen bizonyos időperióduson belül több kezelést elvégezni egy fiatalítási folyamatban, rövid intervallumon belül. Tehát inkább ebbe az irányba haladnak a technikai fejlődés, illetve az esztétikának a fejlődése. A beszélgetés végén pont azon gondolkodom, hogy te, mint esztétikai orvos, mit mondanál ki, mondjuk most nézi a műsort, és azt mondja, hogy hát már régebb óta elégedetlen vagyok magammal, de azt mondják, hogy hülyeség, ne csináltassam meg, de belül még mégis hajtavágy, hogy igen, meg kell, mert jobban érezném magam, akkor ők keressenek meg mindenképpen akár egy esztétikai orvost, akár egy plasztikai sebészt. És akkor majd ő elmondja. Én több dolgot is mondanék, nem tudom, mennyi időm van. Az egyik az nagyon fontos, hogy akkor menjen el valaki, amikor ez saját magától teszi. Tehát amit te is mondtál, hogy én érzem, hogy változtatni szeretnék. Nem a barátnőm, nem a barátom, nem a férjem küld el, hanem én magam szeretném ezt a változást. Mikor szép lenne férje elküldi valakit, hogy drágám, menj el. Az olyan váló alapból, nem? Több helyen. Nem, valaki szeretne nagyon megfelelni a férjének, és eljön, de azt gondolom, hogy ne ezért jöjjön el. Ez az egyik. A másik, hogyha elmegy egy esztétikai orvoshoz, akkor hallgasson az orvosra. Tehát az orvos nem rosszat akar neki, nem lebeszélni akarja, és nem munkaundora van, hanem neki szeretné a legjobbat. Tehát hallgasson rá, és ne ő akarja megmondani, hogy mit csináljon az orvos. És nagyon fontos az, hogy maga a kezelés után tartson be mindenki mindent, amit az orvosok mondanak, mert azzal a szövődményes kockázat csökken. És még egy nagyon fontos dolog, hogyha valaki már több helyen járt, ez is megad, tehát természetesen ez egy szolgáltató ágazat, tehát megteheti, csak ne tagadják le a paciensek. Tehát nagyon megnehezítik a munkánkat, hogy nem tudjuk sokszor, hogy mire dolgozunk rá. Tehát ez nem ciki, ezt el lehet mondani, hogy most itt voltam, ott voltam ilyen anyaggal, és saját magát és a saját egészségét fogja ezzel védeni. Ez egy nagyon szép végszó volt, én köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget. Önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak, legyenek velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.